Alföldi Gábor tájépítésszel beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Magyar Nemzeti Múzeumnak megújul a kertje. Kezdjük az alapoknál. Miért van egyáltalán szükség arra, hogy megújuljon a múzeumkert? Minden kertnek van egy életciklusa, van egy története. A múzeumkert esetében eljött az az idő, amikor az 1970-es évek óta tulajdonképpen a maga életét élni nem tudó kert újra meg kell, hogy újuljon. A 70-es évek elején volt egy felújítása az akkori ez nem most szellemben, volt. És ez elmondhatjuk nyugodtan, hogy megérett az idő arra, hogy a kert minden szempontból megújuljon. Egy ilyen kert átépítést, megújítást, ugye ideális esetben is azt gondolná az ember, hogy azzal kell kezdeni, hogy megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a fák. Ugye most ezt a munkát kezdték el. Vannak-e már most tapasztalatok? Vannak tapasztalatok. Hát először is elmondanám, hogy egy történeti kertről van szó, amely arról nevezetes, hogy egyrészt történelmi helyszín, mint jól tudjuk, másrészt olyan kultúrtörténeti helyszín is, mint a Pál utcai fiúknak az emblematikus helyszíne. Másrészt máig őriz olyan értékeket, amelyek ezekhez a múltbeli eseményekhez, történetekhez tartoznak, amelyeknek például őrzői a fák is. A fák természetesen van egy természetes életciklusuk, és el kell mondani, hogy sokat szenvedett is a kert az elmúlt évtizedekben. Ezeket a fákat most a projekt első lépéseként felmérjük. Azt gondolom, hogy az érték megőrzésnek a legalapvetőbb, legelső lépése, hogy tisztába kerüljünk azzal, hogy milyen értékekkel is rendelkezünk. Tehát egyrészt a kert történetének a szisztematikus összefoglalása, a kutatásának az összefoglalása is megtörténik, másrészt pedig a fák a jelen állapot felmérése, és ezt több szakember bevonásával most indítottuk el. Segítsen a nézőinek, nem biztos, hogy mindenki tájépítész közöttük, sőt, nyilvánvalóan nem, ennek nagyon kicsi a matematikai esélye. Pontosan hogyan lehet felmérni egy fának az állapotát, milyen módszerekkel? Egyrészt szemlevételezéssel, tehát több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereket kértünk föl, másrészt pedig műszeres méréssel, az úgynevezett fakop vizsgálattal, amely egy ultrahangos fa üregesedés vizsgálat, és az a célja, hogy a fa töréskár kockázatát fölmérje. Tegnap volt egy bemutató, ezzel kapcsolatban egy nyilvános bemutató, és jövő péntek délutánra szervezünk, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt 3 órára. Ennek a célja az, hogy egy balesetmentes környezetet tudjunk nyújtani a látogatóknak, de természetesen a legeslegfőbb célja az, hogy minden fát megőrizzünk, hiszen ezek nagyon komoly értékek, és egy fa nem pótolható egy újraültetéssel, tehát amely fák megőrizhetők, azoknak a védelmére mindenképpen törekszünk. Én most nagyjából mire satszolna, hogy itt a fáknak hány százaléka lehet előregedett esetleg, amelyet mondjuk nem lehet megmenteni? Egyelőre a vizsgálatoknak az egynegyedénél tartunk körülbelül, tehát kb. 3 hét múlva fog lezárulni a vizsgálat. Az eddigi részeredmények alapján azt lehet mondani, hogy 20% körül van azon fáknak a száma, amelyek a jelen állapotukban, jelen koronájukkal veszélyesnek mondhatók. Ezt például a tegnapi bemutató során a mérések világosan megmutatták több fánál. Töréskár kockázat az egész fa töréséről, kidőléséről beszélek. Igen nagy. Természetesen mindent meg fogunk azért tenni, hogy kertészeti módszerekkel, amit lehet, megmentsünk mint fát, mint faegyedet. És természetesen a projekt során rendkívül sok telepítésre is sor fog kerülni. Jelentősen fog növekedni a parknak a zöld felülete, nagyon sok most a burkolat. A biológiailag aktív felületek jóval nagyobbak lesznek. Mármint tehát a zöld felület. A zöld felület, így van. Tehát sokkal több gyep, illetve évelő
vízvel borított felület várható a jelenlegi murvás, kavicsos felületek, kővel borított felületek helyett, és hát emellett pedig egy nagyon szép kert vár majd a látogatókra, amelyet Petsz Ármin tájkertész tervezett 160 évvel ezelőtt, és szeretnénk ezt a mai kor igényeinek megfelelően az ő inspirációjával helyreállítani. Tudja, mi az érdekes abban, ahogy most beszélgetünk? Így, ahogy most ön pontosan elmondta, hogy igen, át fogják majd építeni a kertet. Most felmérik a fáknak az állapotát. Körülbelül egy 20% tűnik el öregedetnek. Ezek után, hogy van egy ilyen teljesen nyilvánosan látható folyamat, szerintem, ha mondjuk majd kiderül, hogy nem tudom, a hasamra ütök, 18 fát ki kell vágni a Nemzeti Múzeum kertjében, nem lesz felháborodás miatt, mert mindenki pontosan látja, hogy mi történik, és már előre szóltak neki, hogy ennyi előregedett fa van. Tehát ennél a projektnél ez egy teljesen nyomon követhető folyamat. Ön szerint más nagy budapesti projekteknél, mondjuk, hogy más nem csak Városliget, miért nem történt ez így? Mert ha a közvélemény folyamatosan nyomon követheti, azt látjuk, hogy heteken keresztül mérik fel a fák állapotát, előre kommunikálják, hogy hányat kell kivágni, akkor például lehet, hogy ez az egész balhé elkerülhető lett volna, ami mondjuk a Városliget körül zajlott. Igen, hát én Angliában végeztem kertműemlékvédelmi szakon, New Yorki Egyetemen, és azt gondolom, hogy ott az egyik legfontosabb, amit én ott tanulhattam, nagyon sok minden mellett, az éppen a hozzáállás, illetve az, hogy az emberek számára készítjük azt, amit készítünk, nem ellenük védjük meg az értékeket. Tehát az baj, ha eleve utálnak egy valami. Tehát nem azon múlik csak, hogy mit csinálunk, hanem hogy hogyan csináljuk, és azt, hogy mindezt bármilyen fórumon bátran lehessen kommunikálni, hiszen szakmailag megalapozott döntésekről van szó. Itt egyébként most, hogy hogyan zajlik itt ez az egész folyamat, ez a Magyar Nemzeti Múzeumnak a döntése konkrétan? Igen. Tehát itt ők döntöttek. Ön szerint más projekteknél miért nincs ez így? Én annyit tudok mondani, hogy ez a múzeum vezetés, tehát Varga Menedek főigazgató úr első döntése volt, amikor őt kinevezték, hogy a parkolót megszüntette a múzeum kertben. Tehát azt gondolom, hogy ez kifejezi az ő hozzáállását, amely egyébként a múzeum dolgozóinak és a környék lakóinak a egybenhangzó véleménye, hiszen nagyon sokan szeretjük ezt a kertet, nagyon sokan kötöttünk hozzá gyerekkorunk óta, és azt gondolom, hogy az az állapot, amit egészen a nyár közepéig létezett, hogy egy ingyenes parkolóként szolgált gyakorlatilag a park fele, és egy rendkívül elhanyagolt közparkként jelenik meg itt a város szövetében. Ehhez képest ez talán már önmagában ez a döntés kifejezi azt, hogy mi várható a következőkben. Ön most azt mondja, hogy elhanyagolt ez a közpark, nyilván ez részben igaz is. Az emberek egyébként ennek ellenére szeretik, tehát ugye ez közparkként is funkcionál. Gondolom ezt a jellegét mindenképpen megtartják majd a jövőben. Természetesen, és hadd mondjam el, hogy amit Angliában szintén az egyik fő jeligeként hozhattam haza az egyetemről, az az, hogy a műemléki beavatkozásoknak a legfontosabb célja egy hely jelentőségének a növelése. És itt beszélhetünk persze történeti hitelességről, beszélhetünk sok egyéb szempontról. Az, hogy az emberek ezt szeressék, ezen kívül más célok mind ennek alárendelten jelenhetnek csak meg. Hát reméljük, hogy szeretni fogják. Annyit mondjam még el, átlagember milyen változást fog érzékelni a jelenlegi állapotokhoz képest? Hát egy sokkal gondozottabb, rendszerezettebb, egy kompozíciónak nevezhető kert fog kialakulni, amely kompozíciót benne sétálva, vagy benne olvasva, vagy játszva megélhetnek az emberek. Ez egy angol kert volt, és a cél tulajdonképpen, hogy az a kert, ahol a Pál utcai fiúk is játszottak, ez az angol kert, ez álljon helyre, és a mai kor igényeinek is egyúttal megfeleljen. Tehát
most, aki sétál a kertben, mit kell tudnia, hogy pillanatnyilag nem olyan, mint amilyen a Pál utcai fiúk idejében volt, viszont majd olyan lesz? Tehát amikor elmegyünk, majd nem tudom, mikorra készülnek el, mikorra készülnek el? Jövő év végére szól a hivatalos határidő. Tehát ha akkor 2017 végén elmegyünk oda, akkor viszont már az lehet a fejünkben, hogy na most olyan, mint amilyen a Pál utcai fiúk idején volt? Természetesen. Olyan értelemben nem, hogy a fák megnőttek, nagyon sok új fát ültettek, amelyet meg fogunk őrizni, tehát akár az 1950-es, 60-as években is ültettek olyan fákat, amelyek gyönyörű nagy példányok, tehát nem minden részletében, de karakterében, stílusában és jellegében feltétlenül. Hát mindenképp kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a megújított park, meg hát én kívánom, hogy minél több projektnél legyen ez a jellemző, mint amit itt most láthatunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.